Egészet próbáljuk megfelelőképpen mozgatni.
A magyarság 1920-ban egy új helyzetbe kerül, egy része lett a nemzetnek, most ezeket a részeket vissza kell kapcsoljuk, ugye a határok légmentesítéssel megtörtént, de vissza kell kapcsoljuk olyan szempontból is, hogy a mi részeink is tudjanak és próbáljanak önállóan létezni, működni, és úgy tudják összekapcsolni például a romániai magyarságot, ahogy ezek a hajszálerek, ezek a kisvasutak kapcsoltak össze bizonyos térségeket. Ezért nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy nagyon sok a fiatal lehet a teremben, lehet, hogy egy kicsit furcsa neki, amit így az ember megfogalmaz, de ezért fontos nekünk az, amit úgy nevezünk, hogy magyarságunk egysége. Tehát magyarságunk egységgel nélkül nem tudunk, vagy nagyon nehezen tudunk megmaradni, és úgy megélni a következő évtizedeket, hogy tudjuk azt, hogy nem csak voltunk, hanem vagyunk, és leszünk is. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok erőt, kitartást, és remélem, hogy ez a kiállítás is hozzásegít minket ahhoz, hogy a részt és a tegység fogalmát megfelelőképpen kezeljük.